Egy kis művészet. Caravaggio Szent Máté meghívása című képe hosszú ideig feledésbe merült, mert egy nagyon sötét kápolnában volt. Néhány éve megpróbálták megoldani a helyzetet egy pénzbedobógéppel. Ha valaki pénzt dobott be, világos lett a kép körül. A hatás nem olyan mélyreható, mint amilyet Jézus ért el azzal, hogy kinyitotta a kaput és hagyta, hogy a fény elárassza a sötét szobát. Szent Máté meghívása. Máté, akit egyik segítője kísér a négy közül, éppen az aznapi bevételt számolja. Jézus csak két szót mond. Kövess engem! Ez az a pillanat, amelyet Caravaggio megfestett. Jézus egyszerű, hétköznapi embernek tűnik, csak a glória emlékeztet arra, hogy ő Isten fia. A képen a kézmozdulat áll a figyelem középpontjában. E mozdulat folytatásaként Máté magára mutat, mintha ezt mondaná. Ki? Én. A fénysugár hangsúlyozza Jézus mozdulatát. Biztosan nem vagyunk képesek arra, hogy átérezzük a pillanat jelentőségét. Nézzék meg Mátét. Tehetős, pénzes, idősödő, már sokat megélt emberről van szó. A földi gazdagság szimbólumaként értelmezhetjük a pénzzel teli asztalt. Ő maga is egy pénzdarabot fog a kezében, amit éppen a kupacra rak. És hirtelen belép egy idegen, aki azt mondja, kövess engem, mennyi ideje van dönteni? A Biblia szerint Máté mindent ott hagyott, felállt és követte őt. És valóban, Jézus lábai már másik irányba állnak. Ennyire biztos volt Máté válaszában. Jézust Szent Péter kíséri, aki az egyházat szimbolizálja, és ő is követi gesztusát. Az asztal körül ülők szintén hétköznapi emberek, kisé ravasznak tűnnek, ami némi furmányosságra utal. Caravaggio azt akarta, hogy egy csapat bűnösként lássuk őket. Hosszú harisnyába, hosszú, öv alá érő ruhába és karimás tollas kalapba öltöztek a 16. századi divatnak megfelelően, és erős ellentétben állnak Jézussal és Péterrel, aki korabeli ruhát viselnek, és mezitláb hívják Mátét egy új élet felé. Van még egy szereplő a képen, olyan, akinek megvan a hatalma, hogy megváltoztassa a kép jelentését, a fénysugár, amelyik átlósan halad végig. Ennek a fénynek lehetséges egy fizikai olvasata, az ajtónyitás okozta fény, és egy szimbolikus olvasata is, az isteni kegyelem megnyilatkozása. Caravaggio szerette úgy bemutatni a természet feletti jelenségeket, mintha azok a valóság részét képeznék. A fény, amely Isten szimbolizálja, megvilágítja az asztalt körülülő embereket, és lehetőséget ad nekik, hogy megbánják bűneiket. Mindenki másképpen fogadja a lehetőséget. A fiatal fiú várakozón néz, és a Mátéval való kapcsolatban keresi a biztonságot. A társa készenlétben áll, és felkészül a cselekvésre. Nekik lesz majd egy második lehetőségük. A szemüveges, idősebb férfi és az asztal fönn ülő fiú annyira koncentrálnak a pénzre, hogy észre sem veszik, mi történik. Nekik már nem lesz második lehetőségük. Ez az akaratlagos fény, amely nagy kontrasztokat alkot, és csak azt mutatja meg, amit Caravaggio akart, a festő nagy ajándéka az utókor számára. A Szent Máté meghívása volt az első hivatalos megbízása. Ez volt az első alkalom, hogy egy műve egy templomba került a nézők szeme elé. Caravaggio meg akart felelni a kihívásnak, és figyelembe vette, hogy fölemlegették neki, nem tud komponálni. A röntgenes vizsgálatok megmutatták, hogy rengeteg kétej gyötörte. A legnehezebb feladatot a jobb oldal jelentette, és az utolsó pillanatig nem festette oda Szent Pétert Jézus elé, hogy egyensúlyban tartsa az együttest. Sok munkát adott neki Jézus kézmozdulata is. Eleinte úgy tervezte, hogy olyan legyen, mint egy meghívás, de azután inkább drámai erőt kölcsönzött neki, ami a Michelangelo által festett Isten híres kézmozdulatára emlékeztet a Sixtus kápolnából. Köszönet Caravaggio-nak a művészi ecsetvonásokért. Ne feledjék, a Szent Máté meghívása várja önöket a római ferences rendi Szent Lajos templom Contarelli kápolnájában. Közreműködött Anna Vilella, magyar hangja Szőke Viktória, magyar szöveg Fán Sarolta, szerkesztő Váradi Kalmár Zsuzsanna. A magyar változat a Duna Televízió megbízásából a Z-Videó stúdióban készült.